Újabb módosítás jöhet a vagyonnyilatkozati rendszerben, amelyet az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében nyújtott be a kormány. A javaslat szerint az országgyűlési képviselők a jövőben elektronikus úton is benyújthatják a vagyonnyilatkozatukat, de a kézzel írtakat is digitalizálni fogják, majd az adatok egyeztetése után kereshető módon is közzéteszik azokat a parlament oldalán. Tavaly háromszor írták át a vagyonnyilatkozati szabályokat a brüsszeli tárgyalások során. Nem ez az egyetlen terület, ahol a kormány további változtatásokra kényszerül az uniós források megszerzése érdekében. Navracsics Tibor területfejlesztésért, valamint uniós forrásokért felelős miniszter holnap ismét Brüsszelbe utazik, hogy az uniós pénzekről tárgyaljon. A tárgyalás fő témája az alapítványi egyetemek kuratóriumi tagjai lesznek, mert bár a miniszterek lemondtak a kuratóriumi tagságukról, az Európai Bizottság sajtóhírek szerint ezzel még nem volt megelégedve. Azt szeretnék, hogy a polgármesterek kivételével minden köztisztviselő, államtitkár, kormány és miniszteri megbízott, valamint a különféle állami hivatalok és szabályozó hatóságok vezetői is távozzanak a kuratóriumokból. Az a kérdés, hogy miért kellett Európának megvárnia a 2023-as évet ezzel a presszióval, ezzel a nyomásgyakorlással. Miért kellett végig asszisztálnia és finanszíroznia Orbán rendszer kiépülését, megszilárdulását az elmúlt 13 év során? Gyakorlatilag úgy tekintettek Orbán Viktor rendszerére, pontosan látták az autoriter tendenciákat. Pontosan látták, hogy miként építi Orbán Viktor egyrészt a rendszerét, betonozza be annak intézményeit, miként tőkésíti fel a saját oligarchiáját. Ezt végignézték, és végig asszisztálták, és úgy voltak vele, hogy hát ez Magyarország, ilyenek ezek a magyarok, most mit lehet ezzel csinálni, és nem gondolták, sose képzelték, hogy egyszer ez majd nekik strukturális, rendszer szintű problémát fog okozni. Az egészre nem, tehát nem vették komolyan, és nem is értették igazán. Korrupciónak nézték a feudalizmust. Ők úgy nézték, hogy ezeket a pénzeket Orbán Viktor egyszerűen csak ellopja. Nem egyszerűen erről van szó, és meg kellett várniuk azt, hogy Orbán Viktor, illetve hát a Putyin által finanszírozott egyéb európai pártok, akik most éppen nincsenek nyerekben, úgy, ahogyan Orbán Viktor Magyarországon, elkezdjék kvázi elrabolni az európai egységet, az európai projektet. Elragadják. És abban a pillanatban hirtelen feltűnt nekik, hogy ó, hát itt jogállamisági problémák vannak. De ebben sem a brüsszeli döntéshozók jogállamiság meg demokrácia iránti elkötelezettségét érzem teljesülni, mert az 10 évet késett. Legalább 10 évet késett. Hanem a személyes érdekeiket. Amikor már az ő házuk táján is Orbán Viktor akarja megmondani, hogy hányas a kabát. Amikor már beleszól az ő döntéseikbe, meg Európa jövőjébe. Meg láthatóan az Orbán már nem egyszerűen csak Magyarország, meg nem egyszerűen csak egy Magyarországhoz tartozó rendszer, hanem egy árnyékkurzus ő mögöttük is. Egy árnyékkurzus, ami adott esetben őket is fenyegeti, mert Putyin pártokat pénzel Olaszországban, Franciaországban, az Európai Unió számos államában, akkor hirtelen azt vették észre, hogy hoppá, ez egy probléma, ez aztán összekapcsolódott természetszerűen a Putyin problémával és az ukrán háborúval. Nyilván az ukrán háború egy extrém nagy tétet rendelte mögé, az egész mögé, és ilyen módon már probléma a jogállamiság. De így lett probléma a jogállamiság. Tehát nem elvi alapon, hanem érdek alapon lett probléma Európának a jogállamiság. Na most, hogyha Európának érdek alapon probléma a jogállamiság, akkor milyen alapon kéri számon azt Magyarországon,
hogy Magyarországnak elvi alapon legyen ügye a jogállamiság. Magyarországnak érdekalapon ellen érdeke a jogállamiság, legalábbis hát nem is Magyarországnak, hanem Orbán Viktornak, de négy évről négy évre mindig kiderül, hogy ez azért mégiscsak inkább Magyarország. Tehát innentől kezdve, amikor azt látjuk, hogy valójában ők is ravaszkodnak, lehet, hogy nem Putyin zsebéből, de hogy ők sem elvi alapon kérik számon azokat az elveket, amiket amúgy hangzatosan, széles gesztusokkal Orbán Viktorra olvasnak, akkor hát legalábbis azt látjuk, hogy Orbán Viktor korruptsága az nem a semmiből került ide, és hogy Orbán Viktor korruptsága az tulajdonképpen nem a rendszernek a hibája, hanem a rendszernek a sajátja. Ez is értékű, hogy mikor lett probléma először a NER európai szinten, legalábbis az Európai Néppárt vezető ereje az Európai Néppárt számára, mikor kezdett el problémát jelenteni Orbán Viktor, még akkor se, amikor a CEU-t kiszorították Magyarországról, ugye 2017-től 2018-ig, hanem 2019 tavaszán, amikor ugye Jean-Claude Juncker került a Brüsszel ellenes plakátokra, aki hát az Európai Néppártnak a politikusa volt. Na ez már nem fér bele. Amikor a saját pártcsaládja ellen kezdett el, nem azt mondom, hogy politizálni, hanem egyszerűen kampányolni Magyarországon, akkor ez egy átlépő vörös vonalat. Ezt annyiszor hallottuk az Európai Néppárt vezető politikusa számára, hogy hol vannak azok a különböző vörös vonalak, amiket nem szabad átlépni. Hát végül ez jelentette. Ez a vörös vonal, ez a vörös vonal. Jean-Claude Junckernek, egy európai vezetőnek a személyes presztízse kell, hogy sérüljön ahhoz, hogy a jogállamiság probléma legyen. És egy másik vezetőnek, ugye Manfred Webernek, akinek az európai ugye, bizottsági elnöki posztját, azt lényegében Orbán Viktor furta meg, egyébként az Emmanuel Macronnal együttműködve, az, hogy ne a német Weber vezesse a bizottságot, mint az Európai Néppárt vezető politikusa, mert korábban volt rá elképzelés, hogy a csúcs előtti rendszert érvényesítik. De végül ez nem valósult meg. És most ugye előbb felfüggesztették a Fideszt, majd ugye a Fidesz önként kilépett, mielőtt kizárnák. Félek, hogy az Unióval is így lesz, meg Magyarországgal is. Hogy előbb kilép Magyarország, mint hogy kizárják. Egyszerűen kommunikációs blöfföknek nézték Orbán viselkedését. Nem értették meg, csak most értik, hogy az rég nem blöff volt, hanem az identitás. És persze, kellő cinizmussal egy blöff is lehet identitás. De ki mondta, hogy ne lehetne. Amit épp mérünk, az az identitás. Csak elég cinikusnak kell lenni ahhoz, erre mondják, hogy gumigerinc. Ami ma az érdekünk, amit ma felmértünk, hogy ezt kommunikálnunk kell, abból identitást duzzasztunk, és ha elég szolgai a kurzusunk, akkor gond nélkül alkalmazza mindazokat a frázisokat, amelyeket mi úgy letelefonálunk nekik. Én most szerintem az látható, hogy itt az EU, hogyan Brüsszel, gyakorlatilag Orbán Viktor játékszabályi szerint kezdett el játszani, legalábbis én ezt érzékelem. Ugye Orbán Viktorral nem lehet nagy élmény társasjátékozni, mert újra és újra társasjátékozás közben változnak a szabályok, vagy amikor, hogyha vele sakkoznál, akkor újabb és újabb lépések derülnének, hogy miképpen lehet. Olyan 3x3-as amőbára van időd nagyjából. Igen, és lehet, hogy valamikor azon kapnád magad, hogy egyik bábú valamit levettél, verik a fejedet. És most egyébként ezt láthatjuk, tehát amikor újabb és újabb elvárásokat támasztanak Magyarországgal szemben, először a jogállamisági kritériumokat kiterjesztik, újabb és újabb mérföldkövek, aztán szupermérföldkövek, újra és újra visszadobják azt a egyébként nem túlságosan lelkesen és nem túl nagy perfekcionizmusra elkészített vállalásokat, amelynek a keretében a kormány hát valamit próbálták. Újabb pénzekre ácsingózik. Akkor szerintem ezt láthatjuk, ahogy a CEU-val szemben az történt, hogy a CEU megpróbált megfelelni a NER kritériumának, és akkor végül nem írták alá. Az a legnagyobb balek, aki egy koncepciós perben ilyen védbeszédet ír. Mikor tök felesleges már kész van az ítélet, sőt az ítélet volt két elsőnek, és akkor te védbeszédet írsz, és tudod, megpróbálod meggyőzni azt a bíróságot, ami egy végrehajtó testület, tulajdonképpen kivégző osztag. És a lelkükre próbálsz beszélni. Amikor korábban Orbán Viktorral próbáltak tárgyalni, akkor mindig az a szakasznak, Oliver Stone szakasz című filmének az a jelenete jutott eszembe, amikor a két őrmester
ennek konfliktusa van, és az Ile ezt megfenyegeti Barst, hogy vigyázz Barst, ha ennek vége, a háborúnak vége, akkor hadbíróság elé állítanak. Ott írta alá a halálos ítéletét Ilias. És mire a Barst azt mondja, hogy vigyázz Ilias, mert hátat fordít, azt lelőlek. És az Orbán ez a hátat fordít, azt lelőlek tárgyalásban gondolkodik, és most, mintha az erőnyelvén kezdenek el politizálni az Orbán. És nem tetszik Orbán Viktornak. Orbán Viktornak nem tetszik, hogy frocliznak vele. Ez az ő szerepe. Kikéri magának, hogy vele szemben kuruckodjanak. Tudod, vele szemben dacoskodjanak. Hát az ő írta azt a szerepet saját magának. És nem szeret más darabjában játszani. Főleg nem olyan kiegészítő szerepet nem szeret játszani, meg olyan hülye balekot nem szeret játszani, akinek leküldik a leíratot, de pontosan tudják, hogy akárhogy hajtja végre, nem lesz jó. Találunk formai kifogást. És most például, amikor hogy az egyetemi az egész felsőoktatást elkezdték átalakítani alapítványi formában, ugye mögött is az a szándék érhető tetten, hogy az Európai Unió elkövetkező költségvetési ciklusában nagyon nagy pénzek mennének a felsőoktatásra, kutatásfejlesztésre és hasonlókra. És hogy nem most lett stratégiai érdeke a NER-nek, hogy akkor itt a pozíciókat szerezzen a felsőoktatásban, úgymond az alapítványosítás révén, ami lényegében azt jelenti, hogy az állami vagyont átadják egy alapítványnak, amelynek hát életfogytiglani vezetőjévé és pozíciójává Fidesz politikusokat neveznek ki. Igen. És most itt is megkezdődött a nyomás, hogy ne, legfeljebb csak két ciklusra, és egyébként pedig a politikusok nem vállalnak szerepet alapítványokban. Legfeljebb, nagyon szép ez a felsorolás, ugye, hogy maximum polgármestereket, és aki ne legyen kuratóriumi tag ilyen alapítványban, az, és nyilván erre példák vannak, bármilyen köztisztviselő, államtitkár, kormány és miniszteri megbízott, valamint különféle állami hivatalok, szabályozó hatóságok vezetői. Tehát ők helyet foglalnak a kuratóriumokban. Ugye már az is kellemetlen volt, amikor megjelentek a kancellárok az egyetemeken, amikor így beültetnek a szobába egy ilyen plusz egy embert, aki teljesen világos, hogy ilyen pártfunkcionárius szerepet szánnak. Ami megsérti az egyetem autonómiáját, ugye egyébként. Tehát korábban a rendőrség se mehetett be egyébként az egyetemekre. De egy érdekes módon ott tudod, a nagyon központi, mit tudom, a rektornak a hatalmát gyengítendő, bekerült egy másik hatalmi ágazat. Milyen érdekes, hogy ez nem működik a makró szinten, hogy ugye az ügyészség meg a törvényhozás az... Az EU is beültetett egy kancellárt Paul Péter ügyészségére. Nem kell jósnak vagy prófétának lenni ahhoz, hogy lássuk, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége. Az EU kifogásol, Orbán Viktor teljesítgeti a dolgot, bár már Orbán Viktor is látja, pedig ő sem jós vagy próféta, de Orbán Viktor is bizonyára látja, hogy merre tart ez a folyamat. Nem fogja megkapni az uniós pénzeket. De a tanároknak odaígérjük minden egyes héten. Nem, de oda kell ígérni minden egyes héten, hogy a tanárok tudják, hogy nem Orbán Viktoron múlik, nem Orbán Viktor tartja vissza ezeket a pénzeket. Ő csak 13 éven keresztül tartotta vissza ezeket a pénzeket. Most már az unió tartja vissza. Eddig meg hát nem tüntettek a tanárok. Rendben volt, egészsége. Elégedettek voltak a tanárok. Hát most probléma, most kéne, kedves Brüsszel, a pénz. Na, az a szituáció, hogy Orbán Viktor... tessék-lássék teljesítgeti ezeket, de azért is tessék-lássék, mert már nincs illúziója neki sem, hogy valójában nem ezen fog múlni. Visszaküldi Brüsszelbe. Megint leérkeznek Brüsszelből az újabb leíratok, ilyen és olyan formai kritériumok nem stimmelnek, stb. Stb. Az egész, ez a húzavona odáig vezet, hogy Orbán Viktornak kvázi elfogynak a forrásai. Tudjuk, hogy a kétharmad működtetéséhez, meg ennek a NER-nek, a NER vállalkozói struktúrájának a fenntartásához és hízlalásához, ehhez folyamatos uniós pénzek kellenek. Ha ezek az uniós pénzek elmaradnak, Orbán Viktornak az egész nemzeti burzsóáziáját át kell struktúrálni a piaci alapra. Tehát így vagy úgy, előbb vagy utóbb, azért nem mindegyik fog megélni az állami közbeszerzésekből, tehát előbb vagy utóbb valamilyen módon ezeknek az embereknek fenn kell tartaniuk magukat a piacon. De kéne venni valami működő vállalkozást, mint egy mobiltelefontársaság mondjuk. És működőként megőrizni, tudod, működőként megtartani, nem pusztán megvenni. Aha. És lerohasztani. De amikor az autópályákat kiadják 30 évre koncesszióba,
hogy úgymond működtessék, és ugye pénzt szedjenek érte, akkor ez történik. Na jó, igen, az autópályával, meg a parkolással ez így megy, hogy nem kell szolgáltatni semmit, csak szedni be a pénzt. Ehhez még, erre még jó Orbán burzsóáziája. De tudod, bármit is megtermelni, létrehozni. Ilyen módon Orbán Viktor miért maradjon bent, és nagyon hamar föl fog vetődni így ez a kérdés, ha már föl nem vetődött így ez a kérdés, miért is maradjon bent az Unióban? Hogyha a pénzeket visszatartják, egy bizonyos idő után már megalázó lesz neki, hogy ő folyamatosan kvázi uniós tagként van jelen, meg vesz részt az Unióban, de gyakorlatilag kizárják a belső körből, kiközösítik, pénzt nem kap, kvázi jogfosztják tagként Magyarország. Ő úgy érti, hogy Magyarországot, mi úgy értjük, hogy Orbánt, de tulajdonképpen mindegy, mert a kettő már egy és ugyanaz. Egy bizonyos ponton egyszerűen azt fogja mondani, hogy ez így már neki nem éri meg. És nincs olyan, hogy mivel, hogy nincs olyan, hogy Magyarország. Orbán Viktor van. Magyarország az Orbán Viktor hűbérbirtoka, az Magyarország Orbán Viktorhoz tartozik. Mindegy, hogy Magyarországnak ez most rossz lesz, Orbán Viktornak ez az egész uniós kaland már nem lesz pluszos, és egy bizonyos ponton ki fog lépni. Nagy valószínűséggel azért froclizzák, nagy valószínűséggel azért kilincseltetik, meg azért szivatják ezekkel a feltételekkel, amik valahogy soha nem teljesülnek, mert ezzel is azt jelzik neki, hogy öreg, legjobb lesz, ha kilépsz magadtól. Nekünk nincsen kizáratási protokollunk, nem is szeretnénk létrehozni a hülye fejed miatt egy ilyet, de a britek megcsinálták, ott a példa, várjuk a huxitodat, öreg, mert pénzt azt nem kapsz, tudod, mint hogyha ezt üzennék minden egyes leírattal. És a brit ellen példa arra jó, hogy itt a egyetlen gazdaság zuhant nagyobbat, talán mint az ukrán és az orosz, a brit gazdaság. Tehát nagyjából a brit gazdaságnak a beesése van egyébként az ukrán és az orosz gazdaság beesése mellett. Hát elirigyelte Magyarország. Elirigyelte. És hát az a helyzet, hogy egyre inkább azt látom, hogy az ország kényszerpályán van. Nem is csak az Orbán Viktornak a politikája, meg a politikai múltja miatt, meg az előző 13 éve miatt, hanem a pszichéje miatt. Tehát az attitűdje miatt, tehát ő ezt a kurucságot, ezt a kurucos dacot, ezt tényleg a személyiségének a jegyévé formálta. Tehát itt szó nincsen arról, hogy ő ezt úgy előadja, úgy megjátsza, és kedről szerdára ezt a lemezt leveszi a lejátszóról. Nem tudja levenni a lejátszóról az a helyzet, hogy Orbán Viktor ebbe a szerepbe, ebbe az attitűdbe, ebbe belekövült. Ez már nem nagyon fog változni, még akkor se, hogyha fölméri, hogy az ellenkezője lenne a jó vagy a helyes, ahhoz én azt hiszem, hogy már valaki mást kéne találnia. Orbán Viktor nem fog tudni nyilvánosan becsicskulni. Az egója akkora, hogy ezt nem, egyszerűen nem tudja ezt a fordulatot levezényelni vele. Én nem hiszem el. Legalábbis nem látom a jeleit annak, hogy képes lenne rá, vagy hogy egyáltalán hajlamos lenne rá. És talán ez a hatalmas egó volt az egyik oka annak, hogy az európai elit Orbán ellen kezdett el fordulni. Legalábbis már valóban kezdte őket zavarni az a politika, amit Magyarországon van. Az a politika, amit túl akart lépni Magyarországon, ami 2018-ban a harmadik kétharmad után már kevésnek érezte Magyarországot, és úgy döntött, hogy ő európai szintéren nagy politikusként akar játszani. Noha, ahogy Görgei Artúr mondta, amikor megkérdezték, hogy miért nem lett Napóleonná, akkor azt mondta, hogy mert egy kicsi, gyenge és műveletlen Magyarország állt mögöttem, nem Franciaország. Annak is volt azért arca. Neki is volt. Egy nagy erős műveletlen ország abban az esetben. De hát itt Orbán Viktor egy Magyarországgal akarta eljátszani Európa erős emberét, és Macron, Merkel és más európai politikusok szintjén játszik. De nem egyszerűen Európa erős emberét. Hanem már az amerikai belpolitikába is be akar avatkozni, jelen akar lenni. Hanem Putyin legstabilabb szövetségesét. Mert Putyin azért nem pusztán Európában, vagy Európa szerte, de világszerte gyűjtötte a testvérpártokat, gyűjtötte az illiberális szövetségeseket, Bolsonaro-t Brazíliában, Trumpot az Egyesült Államokban, vagy akár Boris Johnsont az Egyesült Királyságban, és hát a Marine Le Pennek a pártja, a,
a Matteo Salvini-nak a pártja, Silvio Berlusconi-nak a pártja, mind-mind hát a Putyinnak a forrásaiból gazdálkodik jó részt. Tehát ez valójában a globális jobboldal lecserélésére vonatkozó nagy kísérlet, nagy átfogó világméretű kísérlet volt, hogy úgy Amerikában a republikánus párton belül, mint mindenhol a világon a jobboldal süllyedjen el, ami tulajdonképpen a jobb közép süllyedjen el, és a helyén ez a populista troll jobboldal putyini hátszéllel gyakorlatilag vegye át annak a szavazóbázisát. Ami ugye izolacionista, mindig a bezárkózást hirdeti. És ennek megfelelően kivonul Európából, legyen az akár Nagy-Britannia a Brexit keretében, legyen az akár az Egyesült Államok az izolacionizmus keretében, és hát miért is kell kivonulni Európából? Ki akar fölvonulni Európában gazdaságilag, katonailag, politikailag? Ki más, mint Putyin? Boris Johnson jó példa volt arra, hogy amikor veszni érezte magát, ugye kezdett ráégni a különböző botrányoknak a sorozata, akkor Churchillként dobta bele magát az ukrajnai háborúba, utazott ki első politikusként, és az Egyesült Királyság az USA melletti legnagyobb szerepet játszotta Ukrajna támogatásában. Mint hogyha ez a kísérlet, ez bukni látszana. És ez emiatt fűhet a feje elsősorban Orbánnak, nem pusztán világméretűleg, jelezvén, hogy Európában jelenleg nincs szövetségese, Fehér Oroszországban és Szerbián kívül, jelezvén, hogy Amerikában a Trump megbukott, Brazíliában Bolsonaro megbukott, és az ukrán fronton az orosz hadsereg nem úgy teljesít, ahogyan a hírneve, ahogyan a mítosza azt ígérte. Ilyen körülmények között Orbán nagy kísérlete a jobboldal átvételére, a jobboldal megpucsolására, hát kudarcot vallani látszik, és ezeknek a körülményeknek a keretében kell Orbánnak Európával szemben, úgyhogy már a lapjait kijátszotta, megőrizni a maga autoriter uralmát Magyarország felett. Kicsit még a vagyonnyilatkozatoknál maradva, tegyük fel azt a kérdést, hogy jó-e az, hogyha vagyonos emberek vannak-e a kormányban? Miután Woodrow Wilson elnöksége megbukott, leváltották az amerikaiat, a demokrata amerikai politikusokat az első világháború után, akkor a fő kritika az volt velük szemben, hogy ugye az idealisták, az értelmiségiek, az ideológusok, az intervencionizmusokkal nem tették ugye sikeressé Amerikát, jöjjenek az üzletemberek, és aztán megválasztották a Warren G. Harding vezetésével, aki egyébként a tőkének egy bábja volt Ohio szenátorként, az addigi leggazdagabb amerikai kormányt, az 1920-as évek elén hatalomra kerülő amerikai kormányban üzletemberek kerültek pozícióba. Minden miniszter üzletember volt lényegében. Hát ez az amerikai álom igazából, nem? És mit gondoltok erről, hogy jó-e az, hogyha üzletemberek vannak a kormányban? Ugye még Kuka János volt az, aki üzletemberként gazdasági miniszter lett. És ő a piacon kereste meg azt a pénzt, vajon? A második Gyurcsány kormányban ez egy fő ugye, legitimációja volt Kuka János tevékenységének. Ők a piacon már megcsinálták. Ezek gazdag emberek, Gyurcsány, Kuka, ezek a piacon már... Gyurcsány, tudjuk jól, hogy az 5 forintért vásárolt úttörőtábor, az nem kifejezetten a piacon szerzett pénz, de akárhogy is, ez az image, ez az élmény, hogy ők már megcsinálták ott a drága karóra, te is akarsz ilyet? Bízd rá az ügyeinket! Tudod, ez az élmény, ez a marketing élmény, ez megvolt. És abban a pillanatban, amikor ezek lelepleződtek, és kiderült, hogy hát ezek loptak, hogy ezek a lopással szerezték a vagyonukat, abban a pillanatban jött az a duma, ez is alulról, már kilopták magukat. Ez biztos, hogy hallottad te is. Ez elhangzott a 90-es években. De a Hófi is mondta ezt, tudod, már hagyja az fiam, csak éhesebbek jönnek. Már kilopta magát.
Nincs ilyen. Soha nem láttunk még olyat, aki kilopta magát. Soha egyetlen politikus, soha egyetlen gazember tolvaj nem volt még, aki azt mondta volna, hogy én már eleget loptam, nekem ennél több már nem kell, már az unokámnak is elég pénze van, én már kiloptam magam, most felvirágoztatom a hazát. Ilyen nincsen. Tudod, és az, aki szocializálja magát arra, hogy lop 5 évig, az nem fogja a következő 5 évet a haza felvirágoztatásának szentelni. Higgyétek el! Már az ókori Rómában talán Tiberius császárnak volt ez a bölcsessége, hogy amikor megkérdezték, hogy miért nem váltja le egy provinciájának egy nagyon korrupt vezetőjét, akkor ez volt a válasz, mert hogyha a kutya, hogyha lekaparja magáról azokat a bolhákat, amik már teleszívták magukat, akkor új bolhák jönnek, amik megint teleszívják az új bolhák. És jobb az a bolha, jobb az csak a... nincs teleszív, nincs olyan, hogy teleszív. Tehát a bolha valahol gyűjti azt a vért. Mondjuk, hogy a gyomrában. Nem hiszem, hogy van gyomra a bolhának, de majd hívjuk úgy, hogy a gyomrában. A bolha gyomra az egy véges mértékű vért bír el. Ezeknek a tolvaj gazember politikusoknak a bankszámlája végtelenül sokat bír. Végtelenül. Az nem telik úgy meg, mint a bolha gyomra. Nem úgy megy az. Örökké lopni fognak, amíg hagyod. Nincs ilyen, hogy elég. Sosem elég. Ha lenne elég, már bőven elég lett volna, mielőtt miniszterek lettek, nem kellett volna lopniuk. És itt a lopást nem csak arról van szó, hogy a lopás önmagáért, hogy valaki gazdag legyen, mert van az a pénz, amit már nem lehet elkölteni, hanem... Hatalom növekszik egy idő után, amikor már a pénz már nem jelent többet, mint a tavalyi pénz. És a hatalom az folyamatosan növelhető. Ha nem te lopod el, tegyük fel, hogy van egy ország, amelynek a miniszterelnöke egyben Strumanok útján az ország leggazdagabb oligarchája is, ugye abból indul ki, hogy amennyiben nem ő teszi el ezt a pénzt, akkor már más teszi el ezt a pénzt, más oligarcha tud egyébként kinőni, ezért csak önmagában azért, hogy másé ne legyen, azért ez egy védelmi támadás.